digitális arcfelismerő alkalmazását tervezi a dán rendőrség annak érdekében, hogy kezelje a szomszédos Svédországból ágyűrűző, bandákhoz fűződő erőszakos cselekményekkel kapcsolatos gondokat. Az igazságügyi miniszter és az országos rendőrfőkapitány egyetértenek abban, hogy a több digitális eszköz és az arcfelismerés alkalmazása megállíthatja a koppenhágai lövöldözések és erőszakos bűncselekmények számának közelmúltbeli növekedését. Az igazságügyi miniszter azt mondta, ha valakiről van fénykép, akkor megfelelő eszközön az gyorsan futtatható. Több tízezer órányi videóban kereshetnek, hogy azonosítsák a keresett szemét. Az országos rendőrfőkapitány arra hívta fel a figyelmet, hogy az arcfelismerő egy biometrikus azonosító, amely majdnem olyan biztos támpont, mint az új lenyomatok. Az új lenyomatokat elektronikusan ellenőrizzük a digitális könyvtárunkban. Senki sem várja el tőlünk, hogy manuálisan nézzünk át mintegy 150 ezer új lenyomatot. A fotókat viszont még mindig egyenként nézzük végig. Ha a politikusok engedélyezik, megtehetjük ezt elektronikusan is, mondta a rendőrfőkapitány.